Sziasztok! A mai videó egy mini PC-ről fog szólni, nem is akármilyenről, az Asus ROG NUC 970-ről, ami gyakorlatilag egy csúcskategóriás mini gamer PC, azoknak, akik nem akarnak a gép építéssel bajlódni, és egy konzol méretű, készre szerelt, kulcsra kész gamer PC-t akarnak. Kezdjünk is! Kezdjük a specifikációkkal, hogy pontosan mi is van ebben a gépben. Fontos megemlíteni, hogy laptop CPU és laptop GPU van benne, tehát gyakorlatilag a gép egy laptop, kijelző billentyűzet és tapipad nélkül, a laptopokhoz képest viszont masszívabb hűtéssel. A ROG NUC 970 kétféle konfigurációban érhető el, van egy Intel Ultra 7-es és egy Ultra 9-es procival szerelt, előbbiben RTX 4060, utóbbiban 4070-es videókártyával, illetve tárhely és a memória is különbözik, 512, illetve 1 TB, RAM terén pedig 16 vagy 32 az alapkonfiguráció. A tárhely és a memória egyébként bővíthető utólag, de erről majd később. A tesztelt gép, ez a komolyabb, az Ultra 9-es RTX 4070-nel szerelt változat. Nézzük a kicsomagolást. Jó, hatalmas és nehéz dobozban érkezik, rajta olyan infók, mint például, hogy aura szinkes vagy, inteles poci lesz benne. A dobozban legfelül a kis számítógép fogad, fölötte két diffúzor, amivel az RGB világítást lehet eltüntetni vagy módosítani, illetve némi papírmunka. A gépet kivéve érezhető, hogy pici, de van súlya, több mint két és fél kilo. ennek a nagy része a hűtés. Az látható, hogy portok azok vannak rajta bőven, valamint, hogy rengeteg a szellőzőnyílás, a hátulja alatt látszik a két hűtőventilátor is. A ROG logo hangsúlyos, ide lehet tenni a diffúzorlapokat belülről. A gép alatt egy masszív fém állvány van, a gép ebbe beleállítható, hogy kisebb helyet foglaljon az asztalon, vagy hogy jobban szellőzzön, Természetesen a belseje pedig gumírozott, hogy a gépet ne karcolja. Aztán van még egy 330 wattos tápegység is, a hozzávaló EU-s dugvillával, és igazából ennyi a történet, ki is csomagoltuk. Hát nézzük is meg közelebbről. Nekem nagyon bejön, pont látod rajta, hogy Gamer, de nem túl hivalkodó. Az oldalán világító roglogó pofás, de hogyha zavar, akkor ez el is tüntethető. Vannak lába is, így hogyha nem szeretnéd az állványon, akkor fektetve is tudod használni. A portok terén pedig jó az ellátottság, van elől SD kártya olvasó, két USB A3.2 Gen 2-es, valamint egy jack csatlakozó. Hátul pedig van még kettő USB 3.2 Gen 2, két USB, USB A2.0 és egy két és fél gigás Ethernet, illetve egy Thunderbolt 4-es USB-C, ami egy DisplayPort 2.1 is egyben, illetve van egy 2.1-es HDMI port, valamint 2 1.4-es DisplayPort, illetve egy tápbemenet, valamint a Kensington zár. Hát azt hiszem, hogy, hogy ez több, mint elegendő, igaz? USB-C az szerintem még ráférhetett volna. Mutatom is, hogy milyen belül. Egy csavart kell kicsavarozni, és lecsúsztatható a fedlap. A fedlap belül fém, és az SSD helyek fölött, valamint a memóriák fölött van hővezető anyag, hogy még jobban átadja a hőt a gépháznak. Erről egyébként le lehet pattintani a burkolatot, és akkor oda lehet behelyezni a diffúzort, hogyha eltüntetnénk a világító logót. A logó világítását lehúzva ketté lehet választani, és itt láthatjuk is az alaplapot. Itt van egy M2-es SSD, amit a Samsung gyárt, a gyári SSD alatt pedig ott a Wi-Fi 6S hálózati kártya, ami szintén cserélhető, hogyha mondjuk később Wi-Fi 7-re lenne szükséged. Ahogy a memória is cserélhető, tipikus laptop memória, SK Hynix márka egyébként itt 16 gb os konfiguráció van benne, de hogyha kevés, akkor pikpak cserélheted. Ez azért tök jó, hogy ezek a dolgok nincsenek forrasztva, pár dolog utólag bővíthető. Itt pedig van még kettő további M2-es SSD slot, szóval tárhelybővítési lehetőség az van dögivel. Ezeket a számmal jelölt csavarokat eltávolítva leszerelhető az alaplap, és akkor a hűtés is könnyen tisztítható, de ennyire most nem fogom szétkapni, de a hűtőrácson láthatjuk, hogy milyen masszív résztöm, valamint kettő ventilátor gondoskodik a hűtésről, hát ezzel nem spóroltak. No, összedobom a gépet újra, és nézzük, hogy milyen. A beüzemelés az pofon egyszerű, természetesen Windows 11 Home licenc jár hozzá, a gép bekapcsolása után egyből jön a Windows telepítő, csak be kell jelentkezni, végig kell menni a lépéseken, és már használható is a számítógép. A BIOS-ban, vagy az Armory Crate alkalmazásban konfigurálható a hűtési profil, van csendes, vagy teljesítményorientált is, de én az alapbeállítást használtam. Ilyenkor, hogyha nincsen terhelés, akkor passzív hűtéssel megy, a gép akkor teljesen hangtalan, ha pedig komoly terhelést adunk neki, akkor felpörög a két venti rendesen, és tolja hátrafelé a meleget ilyenkor, hangosabb, mint egy jól megépített asztali PC, de halkabb, mint egy Gamer laptop, amik ugye azért komoly terhelés alatt komoly hangerőt eregetnek. Megnéztem stresszteszt alatt a zajszintet, szerintem nem vészes, a számítógép közelében mérve is 46-47 decibel maxon. A hűtés egyébként úgy néz ki, hogy a GPU terhelés alatt ilyen 60-70 fokon tartja, a CPU-t pedig 100 fok körül, ez akár soknak is tűnhet, ugye asztali PC-s szemmel, de nyilván ez így van megtervezve, az Intel 9 Ultra mégiscsak egy 16 magos proci, 110 Celsius fokig van a működési hőmérséklete, szóval bőven az alatt tartja, így ettől nem kell tartani. A teljesítmény terén nyilván jóra számítottam, mivel ez egy komoly felső kategóriás gép, de laptop CPU és laptop GPU azért nincs egy szinten az asztaliakkal, eleve az RTX 4070 is csak a nevében az, valójában ez egy teljesen más chip, mint amit a 4070-es videokártyákon találunk, Teljesen más specifikációkkal, így teljesítményben azokat meg sem közelítik, viszont cserébe nagyon takarékos átlag használat során ilyen 30 watt körüli fogyasztást mértem, csúcsra pörgetve is 150-160 watt körül járt ez a gép átlagban, ami minimuma fele egy asztali gaming PC fogyasztásának. Érdekességkép, a már kicsit öregecske PC-mmel is összehasonlítottam, AMD 5600X és RTX 3070, 16 GB de egy komoly hűtéses nagy PC-ről van szó, nagyjából pariban vannak. Néztem több tesztprogramot is, a kapott eredményeket láthatók, gyakorlatilag az, amit vártam, a komolyabb gamer laptopok teljesítményét hozza, egy csendesebb hűtéssel, illetve bővíthető kivitelben. Játszogattam is vele, én ugye World of tanks szoktam napi szinten, ez a gép képes arra, hogy ultra szinten 1440p-ben ilyen 120-140 átlag képkocka fusson. Megnéztem a warzone is, ami 1440p-ben high beállításokon 100 körüli átlag FPS-t hoz. Én nem vagyok egy nagy PC tesztelő csatorna, szóval nem nagyon akartam belemászni ezekbe a dolgokba, de két népszerű játékról van szó, ami magas beállításokon 1440p-ben is lazán fut magas képkockaszámokkal, szóval szép grafika mellett élvezhetően lehet játszani egy ilyen picike PC-vel is ezeket a címeket, egy elfogadható zajszint és igazán pici fogyasztás mellett. Ez a gép arra, amire ki van találva, tökéletes. Kulcsra kész mini PC mindenféle buherálás nélkül azonnal használatba vehető, akár csak mondjuk egy konzol, és simán viszi a mai játékokat is, és hogyha kell, a szállítása sem túl bonyolult. A külső szubjektív, de szerintem remek, a port felhozatal az bőven elég igaz, USB-C-t azt még szívesen láttam volna például az előlapon. Ráadásul a gép komponensei bővíthetők is, ugye memória, SSD vagy hálókártya fronton, ezek percek alatt megoldhatók később. A szerelhetősége is könnyű, akár a ventilátorok tisztítása tényleg pikpak megoldható. A teljesítménye NUC mini PC-khez képest elég erős, de semmi sem tökéletes. A géppel nincsen semmi problémám, én azt mondom, hogy, hogy ez egy remek kütyű, az egyetlen problémám az ára, ami elég borsosra sikerült. Ez a tesztelt példány körülbelül 900 ezer forintba kerül, Ennyi pénzért azért asztali PC komponensekből lehet jóval erősebb gépet építeni, igaz, ugye méretben vagy fogyasztásban ezt a szintet ezt nem tudod úgy hozni. Az olcsóbb változat is majdnem 800 ezer forint, szóval én azt mondom, hogy remek gép egy nem túl barátságos árcímkével, hogyha az ár nem számít és mini PC-t keresel játékra, akkor mindenképpen ajánlott ez a gép, nem is nagyon van más gamer nuk ilyen áron, hogyha viszont a méret nem lényeg és minőségi ROG épített PC-t vennél, a ROG kínál egy csomó hagyományos méretű gaming PC-t, vagy még mindig ott a lehetőség, hogy építs egyet magadnak. Ti mit gondoltok erről? Vennétek ilyen gépet? Vagy hogyha nem, akkor miért nem? írjátok le a komment szekcióban. Az Asusnak köszönöm szépen a tesztkészüléket, nektek pedig köszönöm, hogy végignéztétek a videót. Ha tetszett, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tech tesztek. Köszönöm szépen még egyszer is, legyen szép a napotok, sziasztok!